Márciusban a makói művésztelepen 1977 és 1990 között készült grafikai lapokból nyílt kiállítás a Budapesti Ludwig Múzeumban. A művésztelep a magyar grafika történet egyik fontos állomása volt, hiszen ezeknek az alkotásoknak köszönhető, hogy az egész országban elterjedtek ebben a művészeti ágban a fotó alapú munkák. A tárlat két kurátora Üveges Krisztina művészettörténész és Tóth Árpád a Neon Galéria vezetője hosszú éveken keresztül kutatta Kocsis Imre munkásságát. Előszedtük azokat a műveket, amelyek kallódtak, de itt készültek a művésztelepen, mert bizony sok művész már nem is emlékezett rá, hogy azok a lapok itt készültek Makón, úgyhogy elsősorban ezeket kellett föltárni, aztán előszedtük a telep működéséhez kapcsolódó dokumentumokat a levéltárból, illetve a József Attila Múzeum archívumában található anyagokat, úgyhogy nagyon sokoldalú munka folyt sok-sok évig. Aztán, amikor összeállt az anyag, több intézményt is megkerestünk, amíg a Ludwig Múzeum befogadta ezt a kiállítást. Ezt követően Tóth Árpád ötletére és a Nemzeti Kulturális Alap segítségével elkészítették a Képtaktikát címet viselő katalógust. A kiadványban számos beszámoló, tanulmány és kritika is helyet kapott. A katalógus az egy jóval bővebb anyagot tartalmaz, mint amit a kiállítás, amit a kiállításon bemutattunk. Ugye hát határos, korlátosak a terek. A kiállításról olyan kb. 300-320 munka volt kiállítva, a katalógusban 500 munka van benne. Ez nagyjából a fele annak, ami a Makón készült a 14 év alatt. A két művésznek igazi szívügye a makói származású festő. Krisztinának még szakdolgozati témája is volt a makói művésztelep az egyetemen, sőt, több interjút is készített a művésszel, így munkásságát már jól ismeri. Ő már nagyon fiatalon elkezdett rajzolni, a grafika többféle ágát kutatta, aztán kikerült Nyugat-Európába egy ösztöndíj segítségével, több országot is bejárt, és mivel egy nagyon, nagyon nyitott, nagyon friss gondolkodású ember volt, fölismert, hogy milyen izgalmasak ezek a fotóalapú eljárási technikák, a szita és az offset nyomás, és ő tulajdonképpen hazahozta Magyarországra ezt a technológiát. Nagyon sokat dolgozott azért, hogy ez a hazai grafikában is elfogadott műfajá váljon. A katalógust a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében mutatták be a Hagymaház pódium termében, melynek egyik falát a város tulajdonát képző Kocsis Imre nagyméretű festménye, a lakodalom díszíti.